folytatjuk a felnőttekkel azokat a reggeli mozgássorokat, tornákat, amely a medence és a csigolya sorhoz feltétlenül kell. Hát én ez, amit én elmondok, ez messze nem jelenti azt, hogy most már nem megyünk a különböző konditermekbe, fitness és így tovább, tehát ez nem ellene van, hanem ebben indítjuk a napot, hogy az ember készen legyen a napi munkára. Tehát ez maga az életmód magazinnak az a része, amikor felkészítjük a szervezetet. És most váltottunk a modát, és Andit megkérem, hogy most ne mozdulj sehova se, és már látszik, hogy a bal lába lényegesen hátlé van, tehát valami gyanúst összíte vele a medencével. Úgyhogy furcsa dolgok derülnek ki. Légy szíves, hasikára feküdjél. Egy kicsit följebb, hogy a párnával együtt. Jó, oké. Már látszik, kérem szépen, itt is, hogy valamiféle kis eltérés van, de lényegesen kisebb, mint amire számítottam attól, ahogy megállt. Akkor megnézzük, behajlítjuk, és már is látszik, hogy a jobb láb lényegesen lazább, most kinyújtjuk, összecsuktam, és most már látszik, hogy a jobb láb rövidebb, egy fél centivel lazán. És most megnézzük a medencét, tehát tulajdonképpen a medencének az állapota az, ami meghatározza, hogy hogyan tovább. És a medencénél is itt van, hogy jobb medencéje föl van egy fél centivel. Most megnéztük a gerincet, végighúztam. Hát itt van egy kis gubanc, de ez magánügy, igaz? De szóval végignéztem, és megállapítottam, hogy ebből a szempontból, a Jumeihó szempontjából bizony-bizony reggeli tornára szükség van. Fáj? Nem. Itt se? Emerül se? Jó. Akkor légy szíves a hátadra. Forduljál. Tehát ennél komolyabb állapot fölmérés, illetve hát körülbelül negyed óra, 20 perc, és hogyha különböző elváltozások vannak, akkor kifejezetten ragaszkodunk hozzá, hogy lelet legyen, röntgen lelet, tehát láthatóan legyen, hogy mi a gerinc, mert ahhoz lehet csak ezt a terápiát alkalmazni. Na most fölhúzod mind a kettőt, és összedöntöd így. Most ebbe a pillanatban fáj-e valahol? Nem. Hát akkor most adunk két üveget, és a reggeli tornatát az ágyba csörgött az óra, csöndlögyön, kész, és így maradtam, lenyúlok a két heverő melletti vízér, és a követ között csinálom. Nyújtott kézzel nagy levegőt veszek, és fejem fölé teszem, oké, és most visszateszem, engedem ki a levegőt. Megint, még egyszer, ezt 8-szor kell megcsinálni, és visszateszem, és most figyeld meg, hogy hol feszült. Most tedd le a lábodat, mind a kettőt, és ugyanúgy ezzel a, hogy egész másod feszül, igaz, és most letetted, ugyanez 8-szor megy, tehát nyújtott lábbal is, meg fölhúzott térdel is, igen. Most ezt elveszem, ez tehát 8. Még az ágyba vagyunk, félállomba vagyunk, a fejem fölé tettem a kezemet, és akkor most felhúztam a térdemet, mind a kettőt, és a vállam ott marad, eldöntöm, ameddig lehet, most ilyenkor szokott kattanni a csigolya is, meg a másik, és akkor kétszer ez megvan, és akkor ebbe az oldalt fordulatba fölültél, igen, és most belülről, és megfogtad úgy kívülről, és kicsit közelebb tesszük a lábukat, jó, és akkor most már kezdek ébredni, most kezdem nyújtani kifele, de csak addig nyújtom, ameddig érzem, hogy a hátam engedte. Jó, oké, nagyszerű, visszavettük. Na most ott ülök az ágyon. Tehát bemelegítettem a medencémhöz, a hozzátartozó csigolya sormenti izmokat, bemelegítettem részben a medencét is, és akkor most teszünk rá még egyet, amikor azt mondom, kényelmesen ülje, tehát úgy is lehet, hogy tehát nyújtott lába, vagy behajlította,
Tehát most ülünk már az ágy szélén, állunk az odatettük, most még nincs össze a könyökünk, és akkor most kihúztuk, hogy jó, kétszer. Majd a orromnál van könyökömet össze, kihúztam kétszer. Homlokomnál van könyököm össze, és kihúztam kétszer. Elkezdöm leszedni, és egyre följebb, majd elkezdem fölfele és hátrafele egy picikét, tehát a válfájósok ilyenkor szenvednek, torkóra tettük, elfordítom egyszer, még egyszer, és egy nagy köröket csinálom. Na most ezek után lelépünk ugye az ágyról, vagy a heverőről, ugye rohanok, mert a kávé, meg ez, meg amaz, mit tudom én, nem. Letettem a lábomat, mellé tettem a másikat, és gyakorlatilag, ahogy letettem a lábomat a heverő mellett, abban például 1-2-3, és most lépek ki. Tehát nem lehet. Na most napközben vannak különböző problémák, hogy a számítógépnél ülünk, vagy valami, ilyen görnyetten vagyunk, hát akkor fölkelünk az asztal mellől, és kérem szépen, hátam mögé töszöm a kezem, és kétszer. Háromszor, tehát följebb töszöm a kezem, vállam hátrahúztam, följebb hátrahúztam, hátrahúztam. Ugyancsak ez van, hogyha az asztalnál fölkeltem, és elkezdem ezeket a vár. Most a lapocka környékét mozgattam meg. Most, ha elmegyek, a másik oldalt mozgattam meg. És akkor van olyan, hogy kifele fordítom a lábamat, és elkezdek egy kicsikét, most a lábszárt mozgattam be, majd befele fordítom, most a másik oldalt mozgattam, most elkezdök egy picikét, ilyen ruganyozva, mint hogyha futnék, és elkezdek mozgatni most már a csípőt is, majd utána sarok, sarok, csak sarok. És csípőre tettem a kezemet, kétszer hátrahúztam, és tulajdonképpen hol a kávém, indulhatok dolgozni. Hát ez az életmódnak az egyik alapja, hogy bemelegítünk. A második az, hogy utána nagyon ajánlom azt, hogy hetente egyszer 400 méter úszás. Na most az úszásnál, ugye akinek a gerincére probléma, az nem mellúszása kezdi nyilván, hanem hátúszás, azt mondom, hogy én vagyok az olimpiai bajnok, egy sávot végúztam, utána két sávot, hát két távolságot lazán, és gyakorlatilag heti egyszer 400 métert megúsztam így ebbe a tempóba, az 800 méternek felel meg. Ez a másik. A harmadik az, hogy napi 18 perc, 20 perc séta. Kimentem, elindulok előre, most mindegy, hogy milyen korosztály. 80-90 éves is lehet, meg 5 éves is lehet. 18 percet előre mentem, az azt jelenti oda-vissza, 9 előre, 9 vissza, és már megvan. Másik az, hogy süt a nap. Egy kis D-vitamin tessék. Nem érdekel, hogy falevelek vannak, hanem úgy, hogy a nap valamilyen módon minimum 10 percig érjen. Az a 10-15 perc, az, amit itt ott kicsit meditálok, vagy valami, ez a napi D-vitamin mennyiséget, ami a szervezetünkbe kell, hogy a kálcium is beépüljön, és így tovább a keleti gyógyászat. Nem törődsz magaddal, vesd magadra, miért lettél beteg, nem vigyáztál magadra. És most ehhez adtam egy kis tanácsot, és ehhez gondolom, hogy akik ezt most megnézték, azt csinálják velem, mert különben faragónál kötünk ki kezelésre.